Shaolin Kung Fu mítoszai és logikája. A Kínában már időszámításunk előtt 200 óta létező kung fu nem pusztán egy harcmodor vagy a hit egyik formája, sokkal több annál. A kung fu egy életforma. Az első és legfőbb kínai kung fu iskolát, a Shaolin, úgy 1500 éve alapították. A kung fu fejlődésére mindig is ez az iskola volt a legnagyobb hatással. Ez itt a Henan tartományban található, természeti szépségeiről híres Songshan. Sok évszázaddal ezelőtt innen indult hódító útjára a Shaolin kung fu. Hajnali 4 óra. Sötét van és hideg. Ezeknek a 10 éves gyerekeknek a számára minden áldott reggel ilyenkor kezdődnek a megpróbáltatások. Egy felnőttnek úgy másfél órára lenne szüksége, hogy megmássza a környező 1000 méter magas hegyeket. Ezek a fiúk 20 perc alatt jutnak fel a csúcsra. És amint felértek, rögtön indulnak is vissza, de lefelé már 4 kézláb. Ezek a gyerekek a Shaolin iskola világi tanítványai. A Shaolin híveit ugyanis 2 csoport alkotja, a világi tanítványok és a szerzetes harcosok. Szerzetes harcossá csak az válhat, aki a kung fuhoz szükséges készségekkel és erős buddhista hittel egyaránt rendelkezik. Ezt a címet csak a mestere adományozhatja egy növendéknek. A szerzetes harcosok képviselik a Shaolin iskolát a tengeren túli bemutatókon, amelyek nagy tiszteletet és megbecsülést szereztek a Shaolinnak. A szerzetesek a bemutatókon az országnak is hírnevet és megbecsülést szereznek. A rendkívüli megpróbáltatások, amelyek a szerzetesi cím megszerzésével járnak, csak a legkiválóbbakat nem riasztják el. És ezek a megpróbáltatások az idő előre haladtával semmit sem csökkennek, inkább még nőnek is. Miután lejöttek a hegyről, a növendékek a kung fu alapgyakorlatait végzik, naponta 2 óránál. Az alapgyakorlatok a hajlékonyságot és az erőt fejlesztik, így készítve fel a testet a különböző kung fu technikákra. Az alapgyakorlatok után jöhetnek a fegyverrel vagy anélkül végezhető harci technikák. Egy mozdulatsor csak 40 másodpercig tart, de akár 4 órán keresztül is ismétlik. Így minden egyes támadási technika rutinná, szinte ösztönössé válik, és a harcosok minden alkalommal teljes erővel és tökéletesen tudják kivitelezni azt. Tanulmányaik végére a növendékek akár bekötött szemmel is végre tudnak hajtani minden harci technikát. Go!
Shaolin templom konyhájában naponta több mint 100 ember számára főznek babcsírát, gőzölt fánkot és rizst. Az edzések nagyon intenzívek, a szerzetes harcosok mégis vegetáriánusok. Ételeik egyszerűsége az egész életük puritánságát tükrözi. Szerzetes társaikhoz hasonlóan a világi növendékek sem fogyasztott kívül nagy megterhelést jelentenek, ezért ezek a gyerekek sokszor többet esznek, mint felnőtt társaik. Jelenleg két nagy mester tanítja itt a Shaolin kungfut. Az egyikük Shi Hengyun, a világi növendékek iskolájának vezetője. A másikuk Shi De Yang, a szerzetes harcosok csoportjának edzéseit vezeti. Minden új növendéket gondosan megvizsgálnak, hogy megvannak-e a megfelelő adottságai és képességei. Amit elsősorban vizsgálunk, az az, hogy megfelelő-e a fizikai és egészségi állapotuk, és hogy milyen a felépítésük. Egy világi növendéknek is igen erősnek és teherbírónak kell lennie. Egy bizonyos súlyt és magasságot mindenképpen el kell érnie, hogy alkalmas legyen a kungfura. A szerzetes harcosok közé csak azok kerülhetnek be, akik mind fizikailag, mind pedig buddhista hitükben különlegesen erősek. A világi növendékekkel szemben támasztott követelmények kissé kevésbé szigorúak. Aki kungfut akar tanulni a Shaolin templomban, annak mindössze normális testalkatúnak és ruganyosnak kell lennie. A legfontosabb, hogy a növendék minél fiatalabb korában kezdje el az edzéseket. A Shaolin kungfu tanulásában nincs alsó korhatár, mert a gyerekek nem csak gyorsabban tanulnak, de hajlékonyabbak is. A ruganyosság nagyon fontos, mert minél ruganyosabb valaki, annál több fájdalmat bír elviselni. És minél több fájdalmat képes valaki elviselni, annál gyorsabban halad a tanulásban. Shi Miao Yun 9 éves, és már 3 éve tanulja a kungfut. Ő az egyik legjobb harcos a csoportjában. Gyors és értelmes. Nagyon hamar megtanulta a Xiao Hong nevű híres harci technika alapelemeit. Minden támadása erőtől duzzad. Minden mozdulata kemény és határozott. Ügyessége és felépítése miatt alkalmas rá, hogy megtanulja a Tongzhi gongot, azaz a fiatalok Qi gongját, a Shaolin kungfu egy misztikus ágát, amely rengeteg fizikai és szellemi gyakorlást követel. A Tongzhi gong gyakorlása során kiderült, hogy milyen tehetséges, egyértelműen kiemelkedett a társai közül. A kungfut annyi mítosz veszi körül, hogy ma már lehetetlen kideríteni a Tongzhi gong eredetét. Sokan úgy vélik, hogy egy Dharma nevű jámbor és hitbuzgó indiai buddhistától származik, aki 1400 évvel ezelőtt jött Shaolinba, hogy Buddha tanait hirdesse. Dharma azt látta, hogy szerzetes társai fizikailag nem bírják a hosszú órákon át tartó zen meditációkat. Ezért, hogy segítsen megnövelni a szerzetesek fizikai erejét, az indiai jóga alapján megalkotta a Tongzhi gongot. Egy másik legenda úgy szól, hogy 700 évvel ezelőtt egy buddhista Shaolin főpap Shaolinba hívta az ország legjobb harcosait, hogy kicseréljék tapasztalataikat a harcművészetekről. Együtt alkották meg a Tongzhi gongot, amely egyesíti a Shaolin kungfu valamennyi ágának előnyeit.
A Shaolin Kung Fu rengeteg szellemi, lelki és fizikai gyakorlást igényel. A Tong Zsi Gong nagyon jól mutatja ezt. A Tong Zsi Gongon belül megkülönböztetünk alap és haladó szintet. Az alapszinten a fő hangsúly a mozgékonyságon van. Főleg gurulásokat és hajlításokat végeznek. Itt az inak és az ízületek nagyfokú hajlékonyságára van szükség. Ez az oka, hogy 5-6 éves korban a legjobb végezni ezeket a gyakorlatokat. Ez a két 9 éves fiú már 4 éve gyakorolja az alap Tong Zsi Gongot. Testük legtörékenyebb részeiből is halálos fegyver válik majd az évek során. Idősebbek lesznek és tökéletesen elsajátították az alapfokot, elkezdhetik a haladó Tong Zsi Gongot. Ez a 18 fő határait ostromolják. A haladó Tong Zsi Gong nagyon hasonlít a Qi Gongra. Az akciók könnyedek, de erőteljesek. Az emberi ízületeket a végsőkig nyújtják. Egy Tong Zsi Gong mester látszólag lehetetlen szögben tudja meghajlítani a végtagjait. Egy hétköznapi ember legfeljebb 90 fokban képes kifordítani a lábfejét úgy, hogy a térde előre néz. Egy Tong Zsi Gong mester azonban akár 180 fokban is képes visszahajlítani a lábfejét. De miért fontos a Kung Fu-ban ez a rendkívüli hajlékonyság? Shi Hengyun mester szerint a Tong Zsi Gong elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki a Shaolin Kung Fu mesterévé váljon. Ezáltal lehet megszerezni azt a rendkívüli hajlékonyságot, amely a tökéletes testtartást és a hatalmas erőt biztosítja. És ezek a képességek egy életen át megmaradnak. Ha egy harcos, aki nem gyakorolja rendszeresen a Tong Zsi Gongot, és eléri az 50-60 éves kort, a kung fu tudása elkezd romlani. Aki folyamatosan gyakorol, annak a gyorsasága és képességei mindvégig megmaradnak. De miért kell egyáltalán egy buddhista szerzetesnek a kung fu-t gyakorolni? A legenda szerint 1500 évvel ezelőtt, a Wei és a Qin dinasztia uralkodása idején, Xiao Wen császár, aki buzgó buddhista hívő volt, egy kolostort építetett az Indiából érkezett mester Ba Tuo számára. Mint hogy a kolostor a Shaoxi hegység lábánál fekvő erdőben volt, Shaolin lett a neve. Kínaiul a Lin ugyanis erdőt jelent. A kolostor a távoli, elhagyatott hegyekben volt, így lakói ki voltak téve a vadállatok és a banditák támadásainak. Ezért a szerzetesek, hogy megvédjék magukat, elkezdték gyakorolni a kung fut. Fegyverként pedig a mindennapi életben használt eszközeik szolgáltak. Nem voltak igazi fegyvereik, ezért egyszerű, hétköznapi tárgyakkal gyakoroltak. Lassan kifejlődött egy egyszerű, de csak hosszú gyakorlással elsajátítható rendszer, amely a mai napig a kung fu alapja. A kung fu több mint 2000 éve fejlődik, de ma sem válhat senki rövid idő alatt mesterré. Csak szakadatlan edzés, óriási erőfeszítések és teljes odaadás árán juthat valaki a kung fu-ban rejlő erőbirtokába. Az ősi kínai nyelvben a kung fu kifejezés olyas valakit jelölt, akinek megingathatatlan a hite. A mesterré válás kiváltságában a kiválasztottak közül is csak a legjobbak részesülhetnek. Az első dolog, amit a kung fu-ban meg kell tanulni, a zsama, az alavállás. A
Ahhoz, hogy a harcos ütései elég erősek legyenek, és hogy az ellenfél támadásai után is állva tudjon maradni, az szükséges, hogy szilárdan álljon. Egy kungfu harcosnak egész életén keresztül legalább napi 2 órán át kell végeznie ezeket a gyakorlatokat. Mélyebbre! Még mélyebbre! Még! A víz csapkodása fokozza a lelki erőt és kitartóvá tesz. És mivel ezt a gyakorlatot dermesztő hideg napokon végzik, a növendékek megtanulják elviselni a hideget is. Az akaraterő így fontosabb, mint a fizikai adottságok. Jól mutatja ez a kung fu elsődleges célját, acélossá edzeni az ember testi és lelki értelemben is. Biao Zhang az ujjakat erősítő gyakorlat. Az ujjak a bennük lévő sok ideg miatt nagyon érzékenyek a fájdalomra, és így gyengék is. Eleinte könnyűnek tűnik, hogy az ember egy babbal teli edénybe nyomja a kezét, ám ez hamarosan szinte elviselhetetlen fájdalommal jár. A harcosoknak ezt rendszeresen akár 1 órán keresztül is el kell viselniük. Amikor az ujjaik megerősödnek, már tudják kontrollálni a fájdalmat. A gyertyalánk felé irányuló ütés az ütések gyorsaságát és erejét fejleszti. A légáramlat, amelyet az ütés előidéz, eloltja a gyertyát, de csak akkor, ha a harcos minden erejét beleadta. Ha a gyertya elalszik, újra meggyújtják, és a gyakorlat kezdődhet előről. A gyakorlatok állandó ismétlése a kung fu alapvető módszere. Ismétel szinte ösztönössé válik. Az edzések igen kemények. A Shaolin kung fu korlátlan. Tulajdonképpen olyan ez, mint a nagy tibeti buddhista tanok. Egy egész élet is kevés, hogy valaki megtanulja. A Shaolin kung fu több mint 300 ágát űzik ma a világon. Ezeket 3 csoportra oszthatjuk. A fegyverek használata, a harci technikák és a chi kong. A fegyverek királyának a kardot tekintik. A daót vagy hangyárt a kard után fedezték fel. A leghíresebb ág a hagyományos Shaolin dao technika. A hangyárt közelharcra tervezték, amely igen nagy veszélyt jelentett minden harcos számára. Egy ősi kínai harci mondás szerint minél rövidebb a hangyárod, annál nagyobb a veszély. A Guandao-t úgy tartják számon, mint a hangyáros kung fu egyik ágát. Annak ellenére, hogy ez a fegyver egészen más, mint a klasszikus hangyár. A Guandao egy hosszú és nehéz lándzsaszerű fegyver, amelynek hatásos kezeléséhez igen nagy erő kell. Egy jó guandao harcosnak nagyon erősnek kell lennie. Nagyon fontos a gyorsaság, ami egyébként is a Shaolin kung fu egyik fő jellemzője. Mivel a győzelemhez a lándzsa hegyét kell használni, a harcos viszonylag távol marad az ellenféltől. Így minél hosszabb a harcos lándzsája, annál nagyobb erőt képvisel.
Ám a Shaolin Kung Fu leghíresebb fegyvere a bot. Nincs pengéje, így még nagyobb hangsúly van a gyorsaságon és a pontosságon. 500 éve Kína délkeleti partjainál a Shaolin szerzetesek bottal harcoltak a japán banditák ellen. És a bot hatásos fegyvernek bizonyult. Bebizonyosodott, hogy jó kezekben a legegyszerűbb eszköz is halálos fegyver lehet. A legnagyobb elővigyázatossággal kezelt bottal is meg lehet ölni véletlenül az ellenfelet. Ezért azok a legelterjedtebb Shaolin Kung Fu harci technikák, amelyekben csak a kezet és a lábat használják. Az egyik legismertebb ilyen a Xiao Hong harci technika. Ezt minden kezdő harcosnak meg kell tanulnia. Ez a technika egyesíti a Shaolin harcművészet minden sajátosságát. Elsajátítása szilárd alapot ad a további tanuláshoz. A haladó Shaolin Kung Fu harcosok elkezdhetik tanulni az Arhat harci technikát. Ez óriási energiát igényel, mert nagyon sok irányú mozgást tartalmaz. Tökéletesen össze kell hangolni a lépéseket és a különböző ütéseket, amelyeknek során a tenyeret és az öklöt egyaránt használják. És a felsőtestnek rendkívül gyorsan kell mozognia. Az úgynevezett hosszú harci technikában egyszerű, egyenletes mozdulatokat használnak, közöttük kevés mozgással. A harcos inkább kivár, hogy megelőzze az ellentámadást. Ez egy rendkívül magas szintű harci technika. Legalább 10 év gyakorlatra van szükség, hogy ezt valaki megpróbálhassa. A Shaolin Kung Fu talán legkreatívabb ága a 18 Arhat módozat, amely az első volt a harci technikák közül. A legenda úgy szól, hogy Dharma mester több mint 1400 évvel ezelőtt a tanítványai körében végzett meditációi során gyakran tanulmányozta a Wu Qin Si-t, az öt állat játékát, amely egy híres orvos által kifejlesztett ősi egészségmegőrző torna volt. Ez inspirálta, hogy megalkossa a 18 Arhat módozatot. Az öt állat játéka egyfajta qigong, amelyben a harcos öt hosszú életű állat, a medve, a daru, a majom, a tigris, hogy ő maga is ugyanolyan hosszú életű legyen. Dharma mester a meditációi helyszínéül szolgáló barlang előtti, alig 3 méter széles sziklapárkányon dolgozta ki a 18 Arhat módozatot. Az egyik például a fehér daru repülését imitálja. A neve a fehér daru kitárja szárnyait. Ezeknek a harci technikáknak az alapelvei hatással voltak a későbbi generációkra is egész Kínában. Számos állat jellegzetességeit használták fel ugyanígy. A természet azon törvénye alapján, hogy mindig a legerősebb marad életben, azoknak az állatoknak a mozgását igyekeztek elsajátítani, amelyek fennmaradtak. A Wu
Wuxingquan, vagy öt stílus harci technika, öt állat, a sárkány, a kígyó, a tigris, a leopárd és a daru mozgását egyesíti. Wuxingquan vagy kutya stílus a kutyáknak a test alsó részére irányuló támadása inspirálta. Főleg az alacsony emberek számára jó ez a technika. A Ying Zhao Kuan, a sas karmai, a sas vadságát és kiváló ragadozói képességét jelképezi. Wuxingquanban, a tigris stílusban, a tigris rendkívüli gyorsasága, ereje és agresszivitása fejeződik ki. Ez a Wuxingquan a majom stílus, amelyben a majom fürgesége jelenik meg. Az, hogy egy harcos jó ebben a stílusban, az dönti el, hogy mozdulatai és gesztusai mennyire hasonlítanak az állatéra. Wuxingquan vagy sáska stílus az imádkozó sáska robbanékonyságát és agresszivitását mutatja be. A harcművészeteknek és az állatok jellemzőinek ez a különös összeolvadása jól mutatja a kung fu szerves fejlődését, amelynek során az egyszerű mozgásokból egy bonyolult, a természetre építő önvédelmi rendszer alakult ki. Mégis, ami a legmélyebb bölcsességet és a kung fu titokzatos erejét jelenti, az a qigong. A folyton ismételt mozdulatok és a speciális légzés segítségével a qigong egy különleges energiát hoz létre, amelynek neve qi. A kínaiak azt hiszik, hogy ez az energia a dantianban, a has alsó részében van, és ha ezt az energiát sikerül közvetlenül a test egy másik részébe irányítani, az ember hatalmas erőre tehet szert. Ha ezt az erőt valaki egy tűt eldobó kézbe irányítja, a tű áthatol az üvegen is. Megfelelően használva a csí képes a test bármely részét olyan erőssé tenni, mint az acél. Az ember a homlokával képes összetörni vaslemezeket, téglákat, botot, vagy köveket. Puszta kézzel törhet téglákat,
Vagy botok. Képes szétrúgni kőlapokat, vagy rudakat. Kenyebb részei is képesek lehetnek elviselni egy hondzsárvágást, vagy egy lándzsadöfést. A has ellenáll egy ilyen cigonynak. Vagy eltörik rajta a bot. A torok kibírja a lándzsát is. Nem számít, hogy milyen fegyverrel támadnak az emberre. A test mindent kibír. Ahhoz, hogy a torkának szegezett lándzsa nyomását kibírja valaki, nagyon erős csíkon kell. Ilyenkor a harcos az összes csít a torkába irányítja, és ez megvédi. Kibírja. Nem fog megsérülni. A múltban a titokzatos csígongot misztikus dolognak, valamiféle varázslatnak tekintették. De a kutatások szerint a csí testen belüli vándorlása hőérzékelőkkel kimutatható. Természetesen ahhoz, hogy a lehető legnagyobb ilyen energiával rendelkezzünk, naponta rengeteg gyakorlásra van szükség. Az ember ökle igen törékeny. És minthogy a támadások során sokat használják, könnyen megsérülhet. Ha valaki igazán erős akar lenni, meg kell edzenie az ökleit. A harcosok papírdarabokat akasztanak a falra, és két órán keresztül megállás nélkül ütik őket. Ha a papír elszakad, kicserélik. A fal közben lehet, hogy tönkre megy, de a harcos keze végül rendkívüli módon megedződik. Az agy az ember legfontosabb szerve. Ha az agy megsérül, vagy valamilyen károsodást szenved, az rendszerint végzetes. Az agyat megvédendő, a koponyát is nagyon meg kell erősíteni. Ezért naponta két órán át egyszerűen tenyérellel ütik egymás fejét. Aztán újabb két órán keresztül egymás fejével ütik a homokzsákokat. A fej úgy megerősödik, hogy egy nagyon kemény támadást is kibír. A csígong nagymesterei állítják, hogy két év ilyen intenzív edzés után a koponya négyszer olyan erős és ellenálló lesz, mint egy átlag ember koponyája. A test másik ilyen érzékeny és különösen sérülékeny pontja a nyak. A nyaki sérülések könnyen bénulást, illetve halált okozhatnak. Fejen állás közben a test egész súlya a nyakra nehezedik. Egy éven át tartó napi egy órai gyakorlás után a harcos elkezdheti a nyakon függést. A vasnyak gyakorlat abból áll, hogy a harcosok a nyakuknál fogva egyszerűen felakasztják magukat. Ez 2-3 másodpercig könnyen elviselhető, de aki mestere akar lenni ennek a technikának, annak hosszú percekig pusztán nyakizmaival kell tartania egész testét. A vasnyak gyakorlatnak nagy hasznát veszik a konkrét küzdelemben. A harcos ki tudja szabadítani magát, ha az ellenfél befogja a nyakát és folytással próbálkozik. Ma már kétségtelen, hogy a Shaolin Kung Fu-ban ugyanolyan nagy hangsúly van a konkrét küzdelmen, mint az elméleti alapokon. Ez magyarázza, hogy a kínai kung fu iskolák közül miért ez a vezető irányzat. A Shaolin Kung Fu nagyon fontos Kínának, egyszer mégis majdnem kihalt. Több mint 1500 éves történelme során a Shaolin templomnak számos csapást kellett elszenvednie. A legkomolyabb 1928-ban volt, amikor egy Shi Yu San nevű katonai csoport felgyújtotta. Úgy tartják, hogy az alapkönyvtár, a Cangying-ge, ahol az összes kungfu szöveget őrizték, elpusztult a tűzben. A könyvek elégtek, de a Shaolin mesterek túlélték a tűzvészt. A mesterek nélkül, vagyis nélkülünk,
Nem valószínű, hogy fennmaradt volna a Shaolin Kung Fu. 1980-ban a Shaolin harcművészetekről szóló kínai-japán nemzetközi konferencián a kínai kormány rádöbbent, hogy a Shaolin Kung Fu majdnem teljesen kihalt. Azonnal elkezdtek olyan emberek után kutatni, akik feltámaszthatják az iskolát és átadhatják a tudást. Az egyik ilyen ember Liang Yiquan. A 68 éves Liang Yiquan Kína egyik legjobb kung fu mestere. Családjában a dédapjáig visszamenőleg mindenki űzte a kung fut. Liang mester 5 éves korában kezdte. És ma, több mint 60 év elteltével, sokoldalú kung fu mester. A kormány, hogy a Shaolin kung fu fejlődését elősegítse, anyagilag is támogatta Liangot új kung fu iskolájának létrehozásában. Az iskola hatalmas sikert aratott, és a Shaolin kung fu rövid idő alatt nagyon népszerű lett. Iskolák nem csak Kínában, de az egész világon elterjedtek. Csak a Shaolin templom tövében fekvő Songshanban több mint 40 iskola van. A Henan tartományban lévő Dongfeng városában, ahol a Shaolin templom is található, minden évben nagyszabású harcművészeti tornát rendeznek, hogy ezzel is népszerűsítsék a Shaolin kung fut. Egész Kínából, több mint 60 iskolából, körülbelül 5000 versenyző gyűlik össze ilyenkor, hogy fejlessze kung fu tudását. A torna jó alkalom, hogy kicseréljék tapasztalataikat, és megismerjék a kung fu különböző ágainak tanait. Fengben van a legnagyobb Shaolin kung fu iskola. Több mint 8000-en tanulhatnak itt egyszerre. Az iskola sok szállás helyen rendelkezik. Van elég hely a világ minden részéből érkező külföldi növendékek számára is. Az itteni világi növendékek is korán kelnek, és nagyon keményen edzenek, ahogy ez minden Shaolin kung fu iskolában szokás. Mosakodás után nem reggeli következik, hanem edzés. A harcművészeti iskolák így szoktatják tanulóikat a fegyelemre. A reggeli gyakorlatok összehangolt mozgást igényelnek, olyan ez, mint a katonaságnál. Akár az ütéseket gyakorolják, akár a fegyveres harcot, a mozgásokat egyszerre kell végrehajtani. Ez a kora reggeli torna mindenkinek kötelező. Csak fél óra gyakorlatozás után jöhet a reggeli, de ezek a kemény megpróbáltatások nagyon hasznosak a hallgatók számára. Biztos vagyok benne, hogy a harcművészet segít abban, hogy sikeresebb legyek az életben. Ezekben az iskolákban nem csak harcművészetet oktatnak. Sokoldalú képzés folyik itt. A diákok például nyelvtant is tanulnak, első, második és harmadik szinten. A harcművészeti iskolák tanterve nagyon változatos. A Shaolin Kung Fu-n kívül a hallgatók más országok harcművészeteivel is megismerkednek. Tanulnak például karatét és tékvandót, hogy az összes harcművészet elemeit hasznosítani tudják. A Shaolin Kung Fu népszerűsítésének érdekében ebben az iskolában különböző nyári tanfolyamok is vannak az egyhetestől a két hónaposig. Ezekre minden évben ezrek jelentkeznek a világ számos országából.
A kung fu tényleg nagyszerű dolog. A legjobb, hogy minden nap közvetlen közelről láthatom ezeket a harcosokat edzeni. Ez óriási, imádom. Minden nap 5-kor kelek, és először futok egyet. A napi program 7:30-kor kezdődik. Akkor egy kicsit pihenek. Az órák reggel 9:30-tól 10:30-ig tartanak. Aztán sokszor gyakorlom a kardvívást, vagy más technikákat. A nyugatiak általában a tévéből vagy a moziból ismerik a kungfut, amely valami titokzatos, elérhetetlen dolognak tűnik a számukra. Ezekben a nyári táborokban maguk is kipróbálhatják az igazi kínai kungfut. Mielőtt idejöttem, láttam a tévében egy műsort, amelyben Shaolin szerzetesek tartottak bemutatót. Mindig is vonzott a kungfu, de otthon nincs semmilyen lehetőségem, hogy gyakoroljam, mert egy kisvárosban élek, és ott egyáltalán nincs olyan klub, amelyik ezzel foglalkozna. Valószínűleg most majd keresek egy kungfu klubot valahol Franciaországban, mert teljesen beleszerettem. Nagyon jó dolog ez. Ez a leghíresebb harcművészet, és én is csinálom. A Shaolin Kung Fu iskolák az egész világon elterjedtek, még Kubában is van ilyen. Ez a 20 éves kanadai fiú, Nick, otthon már 6 éve foglalkozik Kung Fu-val. Most az itteni iskola világi növendéke lett, hogy még többet tanulhasson. Az egész innen indult. Tulajdonképpen az összes harcművészet innen indult. A lehető legeredetibb forrásból akartam tanulni. Látni akartam, hol kezdődött az egész. Remélem, itt majd javul az alaptechnikám, és talán megtanulok néhány haladó technikát is. Aztán majd otthon megmutathatom a barátaimnak, meg a családomnak. A technikákat is tanuljon. Most egy nagyon nehezet, az Erzi Chant, a két új zent tanulja. Ehhez először meg kell erősítenie az ujjait. Nick naponta egy órán keresztül végzi ezt az új erősítő gyakorlatot. Csak amikor az ujjak már elég erősek, akkor lehet elkezdeni a két új zen gyakorlását. Az edzések során ugyanis a harcosnak teljes testsúlyát meg kell tudnia tartani egyik kezének két ujján. Ez a technika rendkívüli módon megerősíti az ujjakat, amelyek a sok edzésnek köszönhetően halálos fegyverré válnak. Az egyik gyakorlat például az, hogy a hallgatóknak naponta legalább 2000-et kell ütniük ujjukkal egy kis homokzsákkal. De ez még mindig nem a legmagasabb szint. Létezik egy még nehezebb technika, az egy új zen. Ebben a technikában, amelyet csak nagyon kevés ember tud mesterfokon elsajátítani, egyetlen ujjal kell megtartani a testet fejjel lefelé. Ez az utóbbi időben csak egyetlen szerzetesnek, Hai Deng mesternek sikerül. Az ő 1989-ben bekövetkezett halála óta senki sem képes erre a különleges technikára.
Ez ugyanis nem csak nagyon kemény edzéseket követel, hanem a zen buddhizmus lényegének megértését is. A zen középpontjában a Buddhára figyelő békés lélek áll. A Shaolin Kung Fu-ban a legfontosabb a buddhista elmélet és a Kung Fu egysége. Egy szerzetes harcos rengeteg időt tölthet a Kung Fu elsajátításával, a saját csíjének erősítésével, de idejének legnagyobb részét mégis a meditálásnak és a zen buddhizmus tanulmányozásának kell szentelnie. A zen lényege egy különleges világszemlélet, amely gyakran megdöbbentőnek, misztikusnak és elérhetetlennek tűnik az idegenek számára. Ez a vallási háttér teszi a Shaolin Kung Fu-t olyan különlegessé. Amikor a mítosz és a logika, a miszticizmus és a kitartás találkozik a buddhizmussal, az eredmény hatalmas erő és tökéletes lelki béke. Ez a Shaolin Kung Fu. Narrátor Haas van der Péter.